Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A 3 kérdőjeles jóslás november 12-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő tervei, mik az ő gondolatai. Erre most megnézzük a kártyát. Ezen a képen látható egy találkozás, és egy meglepetés is, egy ajándék. Ez lehet az ő terve, hogy szeretne veletek találkozni, és meg akar benneteket ajándékozni, vagy lesz egy meghívás, egy vacsora meghívás például, de előfordulhat az is, hogy vár arra, hogy ti hívjátok meg őt, mert ő meg akar benneteket látogatni. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a kép mutatja a ködös időt, és ha köd van, akkor nem látunk olyan jól. Átláthatatlanok a dolgok nála, és ez kihat az ő érzelmeire. De ő látni szeretné a valóságot, vagy keres egy kiutat ebből a helyzetből, ezekből az érzelmekből. Itt lesz egy ilyen tisztító erő, kivilágosodik valami. Az utalhat arra, hogy mások befolyásolják őt, és ő szeretne kilépni ebből a helyzetből, vagy nem tudja, hogy mit akar, olyan bizonytalan, és szeretné áttenni magát ezeken a félelmeken. Számára most nagyon fontos, hogy nyíltan beszéljetek egymással. A harmadik kérdés pedig az lenne, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt ezen a képen látunk egy vándorlót, ami jó, hogy előre mennek az események, és ő nem lefele tekint, hanem felfele. Javul a helyzet, lesz egy kiút. Nem kell tenni semmit, ő magától visszatér. De ne tekintsetek a mélybe, mert akkor félelmek lesznek. Bízzatok abban, hogy ő rendezi a dolgokat, lesz egy meghívás, egy ajándék, egy találkozás és kommunikáció. A következő kártya az a csokis kártyacsomagból van, és mutatja a napi energiát. Ezen a kártyán az van odaírva, träume, és az annyit jelent lefordítva, álom. Éljétek az álmaitokat, higgyetek ebben, hogy valóra válik. Ez az álom jelentheti azt is, hogy ez egy álomszép kapcsolat, vagy megvannak az ő álmai, ti megjelentek az ő álmaiban. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a 3 kérdőjeleset, vagy egy másikat, rátok bízom, tegyétek fel a kérdést. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!